ennek megfelelően építenünk. A megújuló energia program nagyon fontos eleme ennek a rendszernek. A természetközeli turizmus építhető egy ilyen sokszínű rendszerre. Primitív iparszerű mezőgazdaságra nem építhető semmi. Egy ilyen sokszínű mezőgazdasági struktúrára, földhasználati struktúrára építhetők ezek is. És végül, de nem utolsó sorban, munkahelyeket teremt, és a roma stratégiánknak részeként is ebben a problémában is komoly segítséget jelenthet abban a térségben. Szóval azt gondolom, summa summarum, hogy valóban sikertörténetté válhat az Ősdráva program, és a vidékfesztisi tárca maga részéről mindent meg fog tenni, hogy ez valóban sikertörténetté is váljon. Köszönöm szépen! Kövér László elnök urat követve, elnökölve köszöntöm a házat, és megadom a válaszra lehetőséget képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt államtitkár úr! Úgy gondolom, hogy a 24. órában vagyunk, és mindannyiunknak, akiknek fontos az ormánság, akik rajonganak ezeket a gyönyörű területért, úgy gondoljuk, hogy itt az alkalom, és az Ősdráva program, amely egészében kezeli az ormánság problémáját, megoldást találhat erre, és végre a leszakadás helyett a fejlődés indulhat meg. Ennek a gondolatoknak a jegyében, az ormánsági emberek nevében, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársai nevében, és mindazoknak a nevében, akik megálmodták ezt a programot, és akik hisznek az ormánság fejlődésében, tisztelettel megköszönöm a válaszát, és elfogadom. Köszönöm szépen. Képviselő elfogadta a választ, így léphetünk tovább. Tisztelt Országgyűlés, Harrag Péter, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Miniszterhez a látássérültek segédeszközei támogatásának kiterjesztése címmel. Harrag Péter képviselőt illeti meg a szó. Tisztelt államtitkár úr, a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetsége a látássérült emberek mindennapi önálló életvitelüket megkönnyítő segédeszközök támogatásának ügyében fordult hozzám. Jelenleg hatályos szabályozás szerint a látássérültek csak a fehérbothoz és a beszélő vércukorszint mérő beszerzéséhez kapnak társadalombiztosítási támogatást, pedig sok más segédeszköz van a piacon. Ezek megkönnyítenék mindennapi életvitelüket, és a hátrányuk az esélyegyenlőség jelében némileg csökkenne. Különböző gyógyászati segédeszközök társadalmi támogatottsági körbevonó bevonása befogadási eljárással lehet kezdeményezhető, azonban ennek rendkívüli költségei miatt a szövetség számára ez nem járható út. A hivatkozott rendelet alapján termékenként, típusonként minden egyes segédeszköz után 700 ezer forint igazgatási szolgáltatási díjat, valamint 200 ezer forint regisztrációs díjat kell befizetni. A piac korlátozott számú gyógyászati segédeszközhöz értékesítését teszi lehetővé, így 900 ezer forintos díj megelőlegezése a forgalmazók számára megoldhatatlan többletterhet jelent, mivel egyes termékek értékesítéséből a forgalmazónak több évtized alatt sincs akkora haszna, mint a kifizetett szolgáltatási díj összege. Az OEP adataiból megállapítható, hogy egy segédeszköz bolt közel 10 milliós éves forgalmához az OEP mindössze 119 ezer forint támogatást nyújt, ez a bevételek 1%-át jelenti. Kérésük csupán arra irányul, hogy a vakok és gyengénlátók hátrányos helyzetük mellett ne kerüljenek a különböző, számukra nélkülözhetetlen termékekért a látókhoz képest többszörös árat fizetni. A szövetség számítása szerint a jelzett probléma éves szinten mindössze 10-20 millió forintos állami ráfordítást jelentene. Tisztelt államtitkár úr, a fent vázolt problémakörre tekintettel kérdezem, nem csökkenthető-e a gyógyászati segédeszközök támogatotti körbe való bevonásának magas díja? Továbbá milyen lehetőséget lát ön a vakok és gyengénlátók segédeszközeinek anyagi támogatására? Várom megtisztelő válaszát. Válaszadásra a kormány, illetve a társa nevében Szócska Miklós államtitkár úr jelentkezett, önné a szó 4 percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönöm a kérdést és a válaszadásra adott időn belül
megoldással nem, de azzal szolgálhatok, hogy mi is megnéztük a problémát. A Magyar Vakok és Gyengéglátók Országa Szövetsége a tárcát is megkereste az ügyük, vagy problémák megoldásának előmozdítása érdekében. És az igazság, hogy értjük és látjuk az ő általuk jelzett problémákat, és a különböző fogyatékkal élő emberek hátrányainak enyhítése, önálló életvitelének, társadalmi életben való aktív részvételének elősegítése elengedhetetlenül fontos részét képezi a feladatainknak, és azt is tudjuk, hogy más területein a gyógyászati segédeszközöknek rendelkezünk tartalékokkal, tehát hogyha az általunk most megkezdett elemző munka igazolja, hogy ez egy 10-20 millió forintos nagyságrendű forrással kezelhető probléma, akkor ezt mi kezelni fogjuk tudni a belső tartalékok visszaforgatásával. Tehát, hogyha ez tényleg ekkora, akkor ez nem fog gondot okozni a mi számunkra. Annyit azért jeleznék, hogy a fogyatékossági támogatásra a vakok és a vakok személyi járadékára 2011 évben 31,3 millió forint költségvetési előirányzat áll rendelkezésre a tavalyi 30,4 millió forinttal és a korábbi 30,1 millió forinttal szemben. Látjuk mi is azt az OEP-tól kapott tájékoztatás szerint, hogy az elmúlt két évben támogatásba történő befogadási kérelem a vakok és gyengéglátók segédeszközeinek tekintetében nem érkezett. Tehát mi is feltételezzük, hogy esetleg ez a magas díj az, ami visszatartja a befogadási kérelemtől a szállítókat, és elenyésző az ilyen eszközökre beérkezett egyedi méltányossági kérelmek száma is, például az elektronikus nagyító egy ilyen tétel. Hát itt elképzelhető, hogy az érdekvédelmi szervezetnek egy nagyobb aktivitása is segíthetné a célzott eszköz támogatást. Azt tudni kell, hogy az életviselt segítő eszközöknek a gyógyászati segédeszközekre fordítható előirányzatból történő támogatása csak oly módon történhet, ha az a látássérültek mellett a többi fogyatékossággal élőre is kiterjed. Tehát nekünk a teljes hatásspektrumot meg kell vizsgálnunk. Mi úgy gondoljuk, hogy az életvitelt segítő eszközök beszerzéséhez egy pályázati rendszer nyújthatna segítséget, úgyhogy a hatékonysági elemző munkánkkal el fogunk jutni oda, hogy ezekre a kérdésekre választ adunk. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdést, hogy ezzel ráirányította egy problémára a figyelmünket. Megkérdezem Harra képviselőt, hogy elfogadja-e a választ. Köszönöm államtitkár úrnak a válaszát az érintettek nevében is. Megnyugtató számomra, hogy a problémát ismerik, a tárca szándéka pedig ennek a problémának a megoldása, különösen a konkrét megoldásban való elkötelezettség szándéka az, ami kimondatja velem, hogy köszönöm és elfogadom a választ. Képviselő úr elfogadta az államtitkári választ, így léphetünk tovább. Tájékoztatom önöket, hogy a betervezett következő interpellációt, Kaufer Virág és Seyring Gábor LMP képviselők interpellációjukat visszavonták, így egyel tovább lépünk. Tisztelt Országgyűlés, Gúr Nándor, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Jaj a dolgozóknak, jaj a kizsákmányoltaknak címmel. Gúr Nándor képviselőt illeti meg a szó 3 percben. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Köszönöm a szót. Úgy kezdhetem a mondatot, hogy az elmúlt közel egy és egy negyed évben a kiszolgáltatottsága megítélésem szerint a Magyarországon élő emberek messze-messze döntő többségének rohamosan növekedett. De nem csak a kiszolgáltatottsága, hanem a jogaikkal bíró emberekre is úgy tekintett a idézőjelvetett hatalom a kormány, mint akiket nem szeret. A jogaikat érvényesítőkkel szemben, vagy rájuk nézve meg úgy tekintett, mint akiket kellőképpen utál. Azt gondolom, ez nincs helyén. Nincs helyén, mert a kormánynak az erejét, a kétharmados támogatottságát, a saját szóhasználatuk szerint a hatalmát, azt nem arra kellene használni, hogy az emberek ellenében, hanem arra kellene használni, hogy az emberekért cselekedjenek. Arra kellene használni, hogy ne kiszolgáltatottakká váljanak minél többen, arra kellene használni, hogy olyan helyzet teremtődjék, hogy a mély szegénységből ne a nyomor felé haladjanak nagyon sokan. A legrászorultabbakon mindenképpen segíteni kellene. A baj az, hogy a tények nem ezt igazolják. Magyarországon ma soha nem látott, szinte soha nem látott a rendszerváltás óta az az arányszám, amit mondok, a létminimum alatt él
a magyar lakó népesség 37%-a. Több mint egy harmada az embereknek. Ez az a gazdaságpolitikának, annak a gazdaságpolitikának az eredménye, amelyet önök hívtak életre. Hozzáteszem azt is, hogy abban a nagy önök által nevezett bugyorban, amit munkanélküli ellátó rendszernek hívnak, abban a 42%-a az embereknek semmifajta juttatáshoz, támogatáshoz nem jut hozzá. De hozzáteszem azt is, hogy így, hogy nem jut hozzá, ebből a pénzből, amit a munkaadók és a munkavállalók befizettek, 180 milliárd forinttal szemben tavaly 135 milliárdot használtak fel az emberek javára. Úgyhogy elvenni képesek, áthárítani terheket képesek, elkobozni is képesek sok minden, de mindezek mellett még egyéb megszorításokat is eszközölnek. És utána mi történik? Jön a magyar munkaterv, amely keretei között kilátásba helyezik az elkövetkezendő jövő képét, ami arról szól, hogy még kiszolgáltatottabbakká válnak az emberek, mondjuk a mikro kisvállalkozások tekintetében akár indoklás nélkül is kirúghatók lesznek majd, ha az alkotmánybíróság ezt nem fogja megakadályozni, bár ma már a kétségek e tekintetben is felmerülnek. Azt gondolom, nem jó ez az út. Nem jó az az út, amikor a kollektív szerződések keretei között olyan szabályozásokat akarnak életre hívni, ami arról szól, hogy a munkaadóra nézve az általános törvényektől eltérő és negatív szabályozások hívódjanak életre. És sok-sok példát tudnék mondani. Épp ezért csak a kérdéseimet teszem fel. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan és milyen módon akarják meggátolni, azt megakadályozni, korlátozni, hogy a munkavállalók jogai tovább sérüljenek. Hogyan, miképpen fognak ellenállni annak, hogy ne olyan negatív szabályozások szülessenek, mint amelyek a munkaterv keretei között megfogalmazódnak. Megtisztelő válaszát várom. Köszönöm szépen. Államtitkárként a válaszra Cséphalvai Zoltán készül, a minisztérium nevéből néha szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ha jól értem szavait, akkor a kiszolgáltatottság ellen szól, még pontosabban úgy véli, hogy a magyar munkaterv kapcsán a kis- és középvállalkozások esetében a munkaviszony megszüntetésének egyszerűsítése a kiszolgáltatottságot növeli. Hadd hívjam fel a figyelmét arra, hogy a munkaerőpiacon azonban ki az, aki igazán kiszolgáltatott, és erről önöktől még soha az életben nem hallottam egyetlen egy szót sem. Azt hiszem, az kiszolgáltatott, aki dolgozik, de csak szürkén, vagyis fizetését zsebbe vagy színlelt szerződésbe kapja. Ez az, aki igazán kiszolgáltatott. Ma több mint 1 millió ember, vagyis a dolgozók egynegyede kap ilyen módon fizetést, rájuk pedig éppen ezért nem terjed ki a munkatörvénykönyve által biztosított jogi védelem. Éppen azért, mert kiszolgáltatottak. Ez az az 1 millió ember, aki valóban kiszolgáltatott. Az igazi kérdés tehát, tisztelt képviselő úr, az, hogy miért van ilyen valóban kiszolgáltatott helyzetben 1 millió ember. Úgy gondolom, ennek két oka van. Egyrészt az, mert olyan rendszert örököltünk önöktől, ahol magasak a vállalkozások és a foglalkoztatás adó és adminisztrációs terhei. Nem véletlen, hogy tavaly júniusban az új kormány már első lépéseivel ezek csökkentését kezdte el. Másrészt azért van kiszolgáltatottba ez az 1 millió ember, azért van kiszolgáltatott helyzetben, mert rugalmatlanok és életidegenek a foglalkoztatási szabályok. A vállalkozások, főleg a kisvállalkozások javarészt azért nem képesek bővíteni a foglalkoztatást, mert túl sok jogi és adminisztrációs kockázattal jár új munkaerő felvétele vagy elbocsátása. Éppen ezért a magyar munkaterv egyik fontos célja a munkaerőpiac rugalmasságának növelése, és ezáltal a legális foglalkoztatás ösztönzése. A magyar munkatervben megfogalmazott javaslatok egyfelől a munkavállalók garanciális érdekeinek kötelező erejű törvényi védelme mellett, mint például a munkavállalás alsó korhatárának meghatározása, a napi és havi munkaidő maximális mértékének meghatározása, nos emellett erősíti a felek a munkaadó és a munkavállaló kölcsönös megállapodásán alapuló munkaszerződés szabályozó szerepét. Ez utóbbi érinti annak lehetőségét, mint ahogy ön is említi, a kis- és középvállalkozások esetében a munkaviszony megszüntetésének kevésbé korlátozott legyen. Most tisztelt képviselő úr, a felmérések szerint, miközben országos szinten az alkalmazottak egynegyede, vagyis 1 millió ember, részben vagy egészben zsebben fizetve kapja fizetését, addig arányuk Kelet- és Észak-Magyarországon 40%. Ön, mint Borsod megyei képviselő, tehát úgy gondolom bizonyára támogatja a kormányt abban,
hogy az egyszerű felmondási szabályokkal is csökkenjen választókerületében a szürke foglalkoztatás. Végül tisztelt képviselő, csak visszatérve interpellációjának címére, jaj a dolgozóknak, jaj a kizsákmányoltaknak, szeretném felhívni arra a figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy Marx Károly már több mint 100 éve halott, a marxizmus pedig megbukott Magyarországon 20 éve. Arra kérem, hogy feleslegesen ne parazoljuk egymás idejét ózsdi marxista fogalmakkal, mint amit az interpellációja címében van. Köszönöm a figyelmet. Egy percben képviselő indokolja, hogy elfogadja. Köszönöm szépen, elnök úr, ezek szerint ön úgy látja, bár nem így van, hogy a kizsákmányozás az megszűnt Magyarország, hát pont az önök idejében erősödik egyébként. Szeretném hozzátenni, hogy a rugalmasság és a biztonság a munkaerőpiacon az együtt kellene, hogy működjön. Önök az egyik feléről megpróbálnak gondoskodni, hogy rugalmasabb legyen a munkaadók számára a mozgástér, másik oldalon viszont a biztonság helyett a kiszolgáltatottságot növelik. A kiszolgáltatottságot, mint mondtam, akár a kollektív szerződés negatív szabályzásán, a kártérítési felelősség kiterjesztésén, sok minden máson keresztül. Ebben a fél percben pedig azt mondom el önnek, hogy lenne közös pont a gondolkodásunkban, hogy ha azt szerint cselekednének, ahogyan beszélnek, vagy úgy tennék a dolgokat, amiről beszélnek, de nem úgy teszik. Önök bérkommandókat küldenek ki a munkaadókhoz, és ezek a bérkommandók gyakorlatilag azoknak az elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek, amik az önök hibájából fakadtak, és ennek a végkövetkeztetése pedig az, hogy a munkavállalókat kitolják a fekete meg a szürke foglalkoztatásba. Ezt teszik, és másról beszélnek. Válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. Képviselő nem fogadta el az államtitkári választ, így megkérdezem az országgyűlést. Önök elfogadják-e, szavazzanak most? Nem. 160 igen, 76 nem, 0 tartózkodással elfogadta az országgyűlés az államtitkári választ. Garai István Levente, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Miniszterhez. Lesz gyógyír az orvos társadalom számára címmel. Képviselő úr, a szó 3 percben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. A napokban látott napvilágot az a felmérés, amit a Magyar Rezidens Szövetség készített végzésorvostalgató körében. Az eredmény lesújtó, de sajnos csöppet sem meglepő. A magyar orvostalgatók jelentős része nem szeretne Magyarországon munkát vállalni, 74%-uk pedig külföldön próbálná ki magát. Ez utóbbi célt csöppet sem a kaland, vagy éppen az utazási vágy motiválja, hanem kizárólag az Európában legsilányabb fizetések és rendkívül rossz munkakörülmények. Abban talán a kormány is egyetért, hogy mindent meg kell tennünk az orvosok és a zápolók Magyarországon tartása érdekében. Persze itt nem egy újabb kétharmaddal kierőszakolt erőszaktörvényre gondolok, hanem vállalható beteg és orvosbarát jogszabályokra, és elsősorban európai bérekre, fizetésekre. Ez az ígéret szlogen szintjén és sürgős, azonnali, sajnos egyáltalán be nem tartott ígéret formájában egyébként a Semmelweis-tervben is szerepel. 2010-ben a Fidesz óriás plakátokon mentegette az egészségügyet, választási programjában pedig arról értekezett, hogy idézem, el kell érni, hogy a külföldre távozó orvosaink és szakdolgozóink hazatérjenek, a külföldre készülők pedig hazánkban maradjanak. Orvosaink Magyarországon tartását nem szankciókkal kell megoldani. Teljes mértékig egyetértek vele egyébként. Most pedig ott tartunk, hogy a Magyar Orvosok Szövetsége felmérése divatos szóhasználatával élve, konzultációja, nemzeti konziliuma szerint jövőre akár több ezer szakorvos és rezidens hagyhatja el az országot, Magyarországot, hazánkat. 500 azt nyilatkozta, hogy bármi történik, elmegy, 2700 kollega pedig komolyan fontolgatja a távozását. Hát ez tragikus eredményekkel járna a betegellátás vonatkozásában. Elébe menve a szokásos visszamutogatásnak, ha bár most nem halász államtitkárral állok itt szemben, ismét jelezném, hogy tavaly a nagy választási ígérgetések közepette önök egy szóval sem említették, hogy az elmúlt 4, 8, 40, 100, 1000 év problémái miatt éveken keresztül nem tudnak és nem is akarnak semmit tenni a magyar egészségügyért, az egészségdolgozók béremeléséért. Erre nem jutott, mármint az egészségdolgozók béremelésére. A magánnyugdíjpénztárak elstandolt 3000 milliárd forintjából sem, de jutott a költségvetésből a legtehetősebbek adókedvezményeire 520 milliárd, és még másik 500 milliárd a MOL részvényekre. Önök számtalanszor hivatkoznak a fülke forradalom által kapott felhatalmazásra, ha éppen szerzett jogok elvételéről van szó,
Igazából azonban a Fidesz program alapján erre nem kaptak felhatalmazást szerintem, sokkal inkább az egészségügyi dolgozók béremelésére. Kérdésem tehát a következő, kíván-e a kormány valamit tenni a közeljövőben, annak érdekében, hogy javítson az orvosok anyagi helyzetén, megakadályozva ezzel tömeges külföldi munkavállalásokat és külföldi elvándorlásokat. Tisztelettel várom válaszát. A minisztérium nevében Szócska Miklós államtitkáról jelentkezik szólásra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Ezt bízom benne, hogy ön is tudja, hogy az orvos elvándorlás az évek, sőt két évtizedes probléma. Én egy olyan évfolyamnak a tagja vagyok, 89-ben végeztem, amelyiknek én 98-ban New Jersey-ben egy házibulin találkoztam a 10%-ával. Ezek az évfolyamtársaim mind keleti parti zöldkártyás rezidensek voltak Amerikában, tehát ez egy régi probléma, amit az 50-es években beállított megalázó orvosbérek, egészségügyi bérek eredményeztek, tehát ennek egy nagyon, nagyon kemény következetes megoldása lesz. A kérdésére megadom azt, igen, és a közeljövőben meg fog ismerkedni ezeknek a lépéseknek az elemével, vagy tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot is ezekről a beavatkozásokról. Folyamatos munka lesz ez, tehát lépésről lépésre haladunk. Csak szeretném jelezni, hogy naponta emlegetik föl nekem a rezidensek ultimátumát. A Rezidens Szövetség honlapján ott van egy számláló, ami azt hiszem 174 napnál tart. Tehát ez az idő azért még ad nekünk némi cselekvési teret. De szeretném azt is jelezni, hogy ha rámegyek a Rezidens Szövetség honlapjára, azt nem látom, hogy hol keresnek hiány szakmában kollégákat, akik ugye egy 50%-os többletbért kapnak, és azt sem látom a Rezidens Szövetség honlapján, hogy hol vannak meghirdetett álláshelyek. Tehát az az igazság, hogy előbb jut el az átlag orvostanhallgatóhoz, az átlag rezidens jelölthöz, a szakoros jelöltségre appelláló kollégához a kivándorlásra való riogatás, vagy a kivándorlásnak a lehetősége, mint az az információ, hogy hogyan jut elő Magyarországon álláshoz. Úgyhogy a következő időszakban azt is meg fogjuk teremteni, hogy ez az információ eljusson hozzá, ha már a szakmai szervezetek nem teszik. Én nagyon megköszönöm képviselő úr megértését, amit 2011. május 3-án mondott, hogy kétségtelen, hogy nehéz helyzetben van az egészségügy, és ezt most nem egy durva kritikai megjegyzésként tenni, hanem önkritikának, tehát mondjuk azt, hogy az elmúlt időszak eredményeként. Tehát azért az, hogy valaminek a következményeit kell nekünk felszámolni, azt azért mind a ketten tudjuk, úgyhogy igyekszünk a megoldáson dolgozni. Most a rezidensekkel kapcsolatban, ha már így indult a kérdés, mi szóba állunk velük, nem titkoljuk el az adatokat, csak jelzem, hogy nem növekedett meg szignifikáns módon az orvos elvándorlás, megközelítőleg ugyanazokat a diplomaigazolási számokat látjuk a statisztikákban, ezt is azt hiszem a mai napon hozzuk nyilvánosságra, tehát ez a riogatás, ez inkább csak fokozza ezt az elvándorlási vágyat és egy reménytelenséget tükrözi, igyekszünk majd ezzel ellentétben megoldásokat is tenni. Jelzem, hogy a rezidensekkel külön tárgyalássorozatot kezdtünk a rezidens probléma megkezdésére, vagy megoldására a képzés szintjén is lépéseket fogunk tenni. Úgyhogy bízom benne, hogy a következő időszakban képviselő megnyugtató változásokat fog tapasztalni ezen a téren. Köszönöm szépen a figyelmét! Megkérdezem képviselőt, Garai István Leventét, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm államtitkár úr elismerő szavait. Persze, hogy ez összetett mondat volt, akkor én is megdicsértem önt, mert ön meg arra hivatkozott, hogy egy gazdasági világválság részeként az egész világon, Európában, Magyarországon is az egészségügyi problémák tömkelegével küzdik, és én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból talán mind a kettőnknek igaza volt. Hát orvos kollégáként, és azt mondom, hogy emberszabású politikusként sincs jogom kételkedni az ön jó akaratában és ígéretében, ugyanakkor mégsem tudom a válaszát elfogadni, tekintettel arra, hogy hasonló jellegű, jó szándékú, de egyértelmű, konkrét megfogalmazás és ígéret volt benne a Semmelweis-terv nr. 1 változatában, hogy azonnali és sürgős intézkedésre van szükség az orvosok elvándorlása okán, és közben még volt egy költségvetés is, tehát az azonnali és sürgős intézkedés nem történt meg, a költségvetés. Volt két ugye uborkasaláta törvény, igazából itt se léptünk előre. Tehát én szurkolok önnek, elsősorban nem önnek, hanem a betegeknek és az orvos kollégáknak, hogy az ígérete teljesüljön, de a jelenlegi válaszát ebben a szövegkörnyezetben nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. Képviselő nem fogadta el a választ. Megkérdezem az országgyűlést, hogy önök hogy vélekednek, szavazzanak erről.
Most. ...172 igen, 76 nem, nulla tartózkodás mellett az országgyűlés elfogadta a választ. Tisztelt országgyűlés, Z. Kárpát Dániel, a Jobbik képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Mikor szabunk gátat a legalizált uzsorának címmel? Képviselő úré a szó. Tisztelt ház, sajnálatos módon hétről hétre találkozunk olyan megalapozott panaszokkal, melyek a hazánkban működő kereskedelmi bankok és a velük kapcsolatban álló közvetítő cégek visszaéléseit taglalják. Hova tovább, ezt nevezik meg a családok ellehetetlenülésének egyik fő okaként. A panaszosok rendszerint kiszolgáltatottak ezen társaságoknak, tehetetlenek az amúgy elvileg már tiltott egyoldalú szerződésmódosításokkal kapcsolatban, mégis látható az, hogy az ingatlan, a gépjármű, az ingóság elvesztés esetében mégis megtörténnek ezek az egyoldalú módosítások, hiszen a jogszabályi háttér jelen pillanatban sem zárja ki azt, hogy mondjuk a pénzintézet vagy az adott bank a kamatlábat egyoldalon módosítsa, akár még értesítés nélkül is, vagy pedig utólagos értesítéssel, ami tökéletesen elfogadhatatlan lenne egy kulturált pénzügyel rendelkező országban. Jelen pillanatban mi nem tartozunk ebbe a körbe. Látható, hogy nagyon sok család több évre rabszolgasorba kerül, hiszen a büntető kamatokkal emel tartozásoktól akkor sem szabadul, hogyha a tárgyat, az ingatlant, az ingóságot már régen elvesztette, ne adj Isten kilakoltatták, mégis további pénzeket, összegeket vernek le rajta. De hogy ne csak a lakáshitelesek sorsát elemezzem hétről hétre, utolsó panaszosaink, egy 4 gyermekes család 6 éve vásárolt egy Suzuki típusú, tehát nem éppen felső kategóriás személygépkocsit, más lehetőség hiány banki hitelre, 35 000 forintos törlesztő részletre. Nem mondhatjuk, hogy ez egy egetverő összeg, bármelyik család, amely optimistán tekint a jövőbe, elmondhatja magáról, hogy jó esélyekkel és nagy reményekkel vissza tudja fizetni ezt az összeget. Csak hogy a törlesztő részlet ezen rövid idő alatt majdhogy nem a duplájára emelkedett, és mivel albérletük díja is megduplázódott az utóbbi időszakban, többek között köszönhetően annak, hogy a választási ígéretekkel ellentétben az önkormányzati közműcégek privatizációs szerződéseinek a felülvizsgálata nem történt meg, kijelenthető, hogy a család helyzete ellehetetlenült, ezért annak rendje és módja szerint visszaadták a banknak, a pénzintézetnek ezt az autót, hiszen látható volt az, hogy nem tudják felelősséggel vállalni a törlesztést. A meglepetés ekkor következett be, ugyanis a pénzügyi maffiózó társaságtól levelet kaptak, egy közvetítő cégről van szó jelen pillanatban, mely szerint az autót a pénzintézet értékesítette, de a család fizessen számára még további 250 000 forintot, amit értelemszerűen nem tud megtenni. Nem értik az esetet, mivel tartozásuk 400 000 forint volt, az értékesítésből 650 000 folyt be a bank számlájára, tehát elvileg ők mindent törlesztettek, mégis a megkapott kivonaton olyan tételek szerepeltek, mint törlesztődíj, árfolyam különbözett behajtási költség, egyéb költség óriási idézőjelben, műszaki szakértői értékbecslési díj, tehát látható, hogy egy tökéletesen elhibázott kereskedelmi gyakorlat és egy hiányos jogi háttér együttese teszi lehetővé azt, hogy a bajba jutott családok kifosztásának tulajdonképpen ne legyen felső határa, tehát Magyarországon egyetlen család se érezhesse magát biztonságban, hogyha bármiféle fajta hitellel rendelkezik. Ezt a helyzetet fel kell oldani, a pénzügyi mafiózókkal le kell számolni. Milyen tervekkel rendelkeznek e tekintetben? Minisztérium nevében Cséfavai Zoltán államtitkár úr, a válasz lehetősége 4 percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A hitelintézeti törvény szerint a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésben egyértelműen meg kell határozni a kamatot, a díjat és minden egyéb költséget vagy feltételt, többek között a késedelmes térítés jogkövetkezményeit és a szerződés biztosító mellékkötelezettségek érvényesítésének módját és következményeit is. A fogyasztóval kötött szerződésben, ide nem értve a lakás célú hitelszerződéseket, melyekre jóval szigorúbb szabályok vonatkoznak, az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget lehet egyoldalúan módosítani. Egyéb feltétel, például az egyoldalú módosítása okot adó körülmények felsorolása, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. Az egyoldalú módosítás jogát a hitelező kizárólag abban az esetben jogosul gyakorolni, ha a módosítása okot adó objektív körülmények tételesen meghatározták, a szerződés tartalmazza ezt, valamint a hitelező mindezt az árazási elvekben rögzítette. Tisztelt képviselő úr, a hitelintézeti törvény és a kapcsolódó jogszabályi feltételek teljesülését fogyasztóvédelmi hatóságként a pénzügyi szervezetek állami felügyelete ellenőrzi. Konkrét esetben ezért javaslom,
hogy az interpellációjában említett család közvetlenül a felügyeletet keresse meg. Tisztázandó ugyanis, hogy a hitelező eljárása jogszerű volt-e, illetve mennyiben felelt meg a kölcsönszerződésben foglaltaknak. A felügyelet megkeresése azért is célszerű, miután a pénzügyi szolgáltatás